Magyarország megérett a politikai korszakváltásra, mondja az Együtt 2014 politikai mozgalom. Az összefogásban Bajnaiék számítanak a reménykedő baloldaliakra, csalódott jobboldaliakra, elárvult liberálisokra és a hatni akaró zöldekre is. A mozgalom vezetői azt mondják, egy nyitott, széles együttműködésben gondolkoznak. Az Együtt 2014 mozgalomhoz való csatlakozás alapfeltételeként pedig az érdemi szavazói támogatást, az alapelveik vállalását és a programok egyeztetését jelölték meg. Amiről meg nagyon-nagyon sokat fogunk beszélgetni, tehát magáról a csatlakozás lehetőségéről, a programok egyeztetéséről is, és hát az jutott eszembe, hogy ha valaki tudja azt, hogy milyen két párt között, nem több, tehát nem 6-8-10, hanem két párt között koalícióban a kapcsolatért felelni, és azt egyengetni, sivogatni, simítani, akkor az Horn Gábor. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Mert hogy a koalíciós kapcsolatokért, együttműködésért felelős államtitkár volt rá. Ráadásul kettő párt esetében is nem is először próbálták már ki a koalíciót, tehát volt egy közös élettapasztalatuk, és azért nekem így visszapörgetve az időkerekét úgy tűnt, hogy nagyon nem volt egyszerű a két pártnak a koalícióban együttműködnie. Nagyon nehéz volt, éppen ezért vagyok én szkeptikus az egésszel, amit most magunk előtt láttunk, korainak és elhamarkodottnak látom ezt az egész 2014-re vonatkozó mostani megállapodás félét, és egy picit őszintétlennek is. Pont azért, mert belülről láttam, hogy milyen. Attól, mert azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő egy új típusú politikát szeretne csinálni, akkor ne kezdje egy naívnak tűnő nem igaz mondással, nem akarok nagyon durván fogalmazni. A politikát tudnék politikusok és politikai pártok vívják. Nem lehet a civilek mögé bújni. A civil társadalom az egy másik történet. Nem lehet ide keverni. Az én iskolám, ahol gyerekek, szülők, tanárok elhatároztak, hogy csinálnak egy iskolát, az egy civil társadalmi kezdeményezés. Sok ilyen iskola van szerencsére Magyarországon. A Veresegyházi asszonykórus egy civil kezdeményezés. A bélyeggyűjtők egy civil. A kutyákat megmenteni akarók, sokszor hősiesen küzdők, azok civilek. De aki a politikai pályán akar fegyvert fogni és harcolni a jó ügyért, mert mindenki a jó ügyért akar harcolni, meggyőződésem szerint Orbán Viktor is a jó ügyért harcol, csak szerintem például az nem jó ügy, és nem jól harcol. De ő ezt másképp gondolja. De annak tudomásul kell venni, hogy a harcot a politikai pályán kell felvenni, és nem lehet a civilek mögé bújni. A Milla 100 000-es lájkolóinak egy jelentős része természetesen MSZP-s, LMP-s, vagy éppen bizonytalan, és azt is látni kell, hogy az is egy nagy humbuk, hogy itt van 4,3 millió szavazó, akit meg lehet szólítani, hallom mostanában ezt, akik középen állnak. Középen a számban a nulla van. Nekünk volt szerencsénk megtapasztalni SZDSZ-ként, hogy középen milyen kevés szavazó van. Nem erről szól a történet. Ezen a 4,3 millió emberből 2 millió soha életében nem szavazott, most se fog. A maradék egy jelentős részének a pártpreferenciája, mert ezt is vizsgáljuk, vannak erről kutatásaink, a Republikon Intézet rendszeresen közé is tesz ilyen típusú elemzéseket. A pártpreferenciák nagyon hasonlóak, mint az egyébként létezőek, talán egy kicsit több a kormány ellenes bennük, de jelentős fideszes szavazó is van. Ráadásul az a 800 ezer ember ebből a 2 millióból, aki eldöntötte eddig az összes választást, az eddig háromszor az MSZP-re szavazott. Tehát nem a levegőben lóg, nem úgy van, hogy van egy nagy civil tömeg, ami alig várja, hogy őket a civilek megszólítsák. Szerintem ez egy, mondom, jó esetben egy naív álláspont. Juhász Péterről el tudom képzelni, hogy naív ebben a kérdésben. Szerintem a többiekről kevéssé. Én már beszélgettem itt adásban többször témáról Juhász Péterrel, és nem az derült ki számomra, hogy ők a politikus mentes politikát tudják csak elképzelni. Sőt, ennek ellenkezőjét mondta. Összességében annyit kért, hogy október 23-án most ne a párt logók és ne a párt politikusok vigyék a primet, hanem egész egyszerűen ők a civilek és a civilek széles körét képviselő emberek, hadd mondják el, hogy mit akarnak a civilek. De utána a folytatásban nem azt akarja, hogy csak a Veresegyházi asszonykórus énekelhet majd a parlamentben. Tehát nyilván politikusok fogják a politikát csinálni, csak még nem most. De ez most a politika csinálás. Ezek az emberek nyilván
érdekeik mentén, értékeik mentén megint nagyon optimista szeretnék lenni, beszállnak ebbe a hadszintérre. Helyes, ha megteszik, szerintem tegyék meg mindenki, akinek ilyen típusú szándéka van, nekem nincs már, 22 évig volt, köszönöm szépen, elég volt. De akinek újra van, menjen oda és csinálja. De ne csapja be se saját magát, se azokat, akiket állítólag képvisel, mert szerintem ez egy nagyon rossz kiindulás. De mivel csapta be? Azt mondta, hogy most nem, de utána persze, hogy a választáson majd politikusok. Nincs ilyen, hogy a civileket képviselem. Én tudok képviselni liberálisokat, konzervatívokat, baloldaliakat, megpróbálhatok középen állni, szerintem még egyszer mondom, középen kevés szavazó van, tehát ez ebből a szempontból szerintem egy tévedés, de ez most mindegy, attól még valaki ezt megpróbálhatja. Azt gondolom egyébként, és ez egy számomra fontos kérdés, hogy Orbánt legyőzni valószínűleg csak balról lehet, középről majdnem biztos, hogy nem, de ez az én véleményem. De azért mondom, hogy ebből a szempontból ez teljesen lényegtelen. A fontos az, hogyha én odaállok a pálya szélére, mint ahogy egy becsapásnak éreztem annak idején az LMP-t is. De ők legalább azt mondták, hogy lehet más a politika. Látjuk, hogy nagyon nehezen lehet más. Ugyanazok a konfliktusok, a belső acsarkodások, az egyetnemértések, a kizárások, a politikai játszmák, hatalmi harcok folynak az LMP-ben, mint folytak, nagyon hasonlít ebből az egy szempontból, egyébként egyáltalán hasonlít az SZDSZ-re, de ebből az egy szempontból hasonlít az SZDSZ-re. Az LMP ugye 8-7-es szavazások, ezek nagy végkísérték a mi egész történetünket, csak mi 20-an voltunk, ezért az 10-10 volt. Tehát maga a politika az egy ilyen játék, nem kell szeretni a politikus. Sokat. Mindenütt a világon van egyfajta kiábrándulás a politika, a politikába, a politikai pártokba, a politikusba. Ez nem egy magyar jelenség. De becsapni nem lehet az embereket. Őszintén oda kell állni, mi csinálunk egy politikai konstellációt, ami most így néz ki, benne vannak a szakszervezetekből kiebrudaltak néhányan, nem sokan, egy szűk kör, ezt hívjuk szolidaritásnak. Benne van egy Facebookon szerveződő, nyilván nem közösség, hiszen mitől lenne ez közösség? Hát a Facebookon az ember lájkol, az nem érzi magához közel azt a dolgot. Az nem. Én azt gondolom, hogy az önmagában, hogy valaki lájkol, 40 millió ember támogatója van, lájkolója van Messinek. Ettől Messi nem vált egy közösségformáló erővé, hanem egy zseniális futballista. Tehát önmagában az a tény, hogy valami szimpatikus az embereknek, az nem jelent egy közösségformálást, és benne van egy néhány tucat, vagy néhány, nem is tudom hány, most láttam itt, hogy a tegnap esti, vasárnap esti műsorban láttam, hogy kik azok, akik, mert eddig ezt én nem tudtam, kik azok, akik ezt a Haza és Haladást egyesületet alapították, hát ezek olyan volt politikusok, akik valamilyen módon eddig föltűntek a politikai életben, és most újra szerveződnek. Szerintem ez teljesen rendben van, félreértés ne essék. Mindenkinek joga és lehetőségre újból előállni. MSZP-s miniszternek, MSZP-s miniszterelnöknek, levitézlet miniszterelnöknek és nem levitézletnek, én Bajnait nem levitézletnek, gondolom Gyurcsányt levitézletnek, mindenkinek lehetőség van erre, de szerintem fontos, hogy őszintén beszéljünk. Ja, én azt gondolom, hogy itt az őszinte beszédnek az lehet az alapja, hogy akkor mindenki mondja meg nyíltan, hogy nem tudja elképzelni a politikát, politika csináló politikusok nélkül, mert az úgy amblok hülyeség lenne. És nem is mondja ennek ellenkezőjét a Milla. Most pillanatnyilag összesen, hogy az előbb mondtam, annyit kért, hogy október 23-a még legyen ez a civil igényeknek a megfogalmazása, de onnantól kezdve ők se gondolják, hogy itt civilek irányítanak. Itt egyetlen egy dolog van, amit így mindenki kerülget, mint a forró kását, mert hogy ciki kimondani, vagy nem ciki. Gyurcsánnyal nem akarnak együttműködni. Szerintem ezért találták ki ezt az egész politikusok, akik már régen voltak, de nem inkább csak a Gyurcsánnyal, hát mit halljuk a Kuncéval se. Tehát, és akkor az emberbe fölmerül, hogy ki dönti el. Ugye volt három szempont itt a csatlakozáshoz. Ugye az egyik a jelentős ez kidönti el a jelentős társadalmi bázist, ki számít? Én a családommal jelentős társadalmi bázis, hány ember? Ez a három ember fogja, vagy ezek a egyébként szerintem nem igazán létező, mert ugye a Milla mint olyan egy nem létező közösség, a virtuális közösség, maradjunk ebbe, ez itt talán pontos. Igen. A szolidaritás a szakszervezetekből kiszakadt pici néhány száz, vagy akár néhány ezer ember, néhány ezer embert jelenthet. Ők most akkor kinek fogják megmondani, hogy ki jöhet? Ugye a Haza és Haladás maga mondja, hogy ők néhány tucatan vannak. Ők most kinek fogják megmondani, hogy mi az a társadalmi bázis, amivel jöhetünk? Az SZDSZ maradéka jöhetők, elég sokan vannak. Most csak hogy a liberális közösségeket mondjam, a Ungár Klári-féle SZEMA nevű társaság jöhet. A Yes nevű, ugye most már nem is tudjuk honnan kiszakadt, az jöhet? Hogy van ez?
tényleg, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész dolog korán jött, és nem igazán látszik a vége, mert ezt így nem fog menni. Ez így csak arra lesz jó, hogy egy olyan helyzetet teremtsen, hogy nem fognak tudni összeállni, akiknek esetleg össze kell állni. Akkor azt kell mondani, hogy mindenki jöhet, vagy azt kell mondani, hogy van egy listám, hogy ki jöhet, mert én ezekkel nem. Igen, a többi megmaradjon. Szerintem ennek nincs itt az ideje. Szerintem annak van itt az ideje, de ez az én ugye nyilván létező saját véleményem, hogy mindenki gyűjtse maga köré, akit össze tud gyűjteni. Szerintem annak van, hogy ebből a szempontból ez egy értelmes dolog, ha valaki azt mondja, hogy én akarok csinálni, ha nem is középen, mert mondom, ott nagyon kevés szavazó van, de egy olyan pártot, ami egyébként nem lesz egy hatalmas tömegpárt, mert ott nincsen tömeges erők, amit mondjuk a liberálisokat megszólítják. Ennek van értelme, valaki akar csinálni egy liberális típusú, szabadelvű szerű pártot, annak van értelme most, és akkor kiderülhet, hogy emögött van valódi közösség, valódi tartalom. És amikor kiderült, hogy ki mennyit tud, és az egyfordulós választás persze megnehezíti ezt a dolgot, hiszen nem tud előre kiderülni, de mégis valahogy kiderül. Akár egy közösen elhatározott közvéleménykutatással, akár valamiféle előválasztással, amiről ugye Tóth Zoltán sokat beszélt, és szerintem nem marhasság, tehát végig lehetne gondolni. Akkor lehet azt mondani, hogy ki mit tud, ki mit akar. Na, de hát azt meg ön is tudja, hogy maradjunk Kunce Gábor példájánál, mert ebben az adásban példáloztam is vele. Tehát lehet, hogy a mellette, mögötte irányítása alatt álló egyesület, hogyha bármilyen mérés, ha időt adnánk nekik, akkor is bármilyen felmérésen a megkérdezettek, hát nagyon csekély számon mondaná azt egyet, hogy hallott róla. De maga Kunce Gábor személye, hát ön sokkal jobban ismeri, mint én, hogyha ő kiállna a politikai színpadra megint, nem vonzaná liberális szavazókat? Hát, szerintem igen. Én is abban reménykedem, hogy igen, nyilván van, akit vonzana, van, tehát akkor most hogy kezdjük el felmérni, hogy az egyesületet támogatott-e, vagy ő? De ezt a kérdést én is, ugye ezt a kérdést teszem fel, én magam ezért nem tartom időszerűnek ezt az egész dolgot, ezért gondolom azt. De ezt ugyanúgyan fogjuk tudni egy év múlva sem. De azt fogjuk tudni, hogy mi mennyit ér, mennyi tömeget tud maga mellett, sokkal jobban fogjuk tudni, mint most. Most azt látjuk, hogy a társadalom nagyobbik fele arra a kérdésre, hogy kire szavazna, most lennek a választások, nem válaszol. Azt mondja, nem tudja, nem akarja tudni, nem válaszol. Bizonyos értelemben értük folyik a harc, de ez nem egy egységes tömeg. Az, hogy itt ki mit akar, mit szeretne, ezeket az embereket meg kell külön-külön szólítani. Nem lehet egységesen megszólítani. Én mit akarok nekik mondani? Azt értem, hogy az LMP mit akar, ők egy ilyen zöld, hozzám egyébként elég távolálló ideológiával állnak elő, zöld baloldal, ezt értem. Értem azt is, hogy az MSZP mit akar, nem az én világom, de értem, hogy mit akarnak, egy tisztesség, reményeim szerint tisztességes szociáldemokrata pártot szeretnének csinálni ebből a szerencsés vagy szerencsétlen sorsú MSZP-ből, ez világos. Nagyon kellene egy liberális párt, nagyon kellene egy tisztességes konzervatív párt ebben az országban, mert a Fidesz nem konzervatív párt, ez teljesen természetes. Minimum két új pártot kellene alapítani. Én szerintem az lenne a tisztességes, hogyha valakik, akik azt gondolják, hogy ők befolyásolni szeretnék a világ menetét, bizonyos értékek mennén, azok összeállnak és csinálnak egy pártot, és amikor látjuk, hogy ezek mögött kik vannak, akkor el lehet egy év múlva arról beszélgetni, hogy lehet-e valamiféle olajfa koalíció, de most nem így néz ki a dolog. Gyurcsány Ferenc kilépett az MSZP-ből, csinált egy új pártot. Látjuk, mérhetők. És akkor most meg miről vitázunk, hogy hát ők olyan kicsiket, a Gyurcsánynak nincs más útja, mint most a Farvizen visszajönni a politikába. Én ezzel vitatkozom, csak nem tudom a megoldást. Tehát én azt látom, hogy a Gyurcsányféle pártnak a megalakulása óta, több mint most már egy éve, ugyanaz a 140 ezer támogatója van, ez nem jelentéktelen. Adott esetben akár ezen múlhat is egy választás, egy kiélezett helyzetben, mert azt is gondolom, hogy az is egy naivitás vagy tudatos torzítás, hogy itt lehet kétharmaddal győzni, félreértés ne esik. Ebben az országban még egyszer nagyon nehéz lesz kétharmaddal győzni, szinte lehetetlen, hát látszik, hogy a Fidesz azért masszívan van. Hát azért azt a tömeget nem szabad lebecsülni, akik kimentek egy rosszul működő kormány mellett. Hát ilyen nincs a világon szinte. Tehát azt gondolom, hogy naivitás abba, azzal érvelni, hogy lesz egy kétharmadunk, és akkor azzal majd mindent megoldunk. Hát, nem lesz kétharmad, viszont kinkeserves kicsi többség lehet, és ehhez valószínűleg együtt is kell működni, de az olajfa koalíció az nem úgy néz ki, hogy először jön az olajfa, hanem először vannak ágai ennek az olajfának, és akkor látjuk, hogy ezek az ágak mit tudnak, akkor össze lehet állni, végig lehet gondolni, mit lehet együtt csinálni. Értem, viszont, hogyha valaki komolyan erre készül, és nem lesz kétharmada, akkor viszont eléggé meg lesz lőve a kétharmados törvények miatt, de ez meg nehéz abszolút világ lesz. Nehéz a jövő zenéje. Köszönöm szépen, hogy itt volt.